Mit fészkelődik? Mit akar? Kérem, szabad beszélni? Szabad. Nem kus? Nem. Milliószor bocsánatot kérek, de azt miért az tudom mondani az imént, hogy nekem egy rossz hírű házam van. Hát milyen háza van? De pardon, nekem van a legjobb hírű, rossz hírű házam Pesten. Tudomásul szolgál. Kérem, én nem lehetek úgy kezelve, mint a többi. A rendőrség is tudja rólam, hogy én a legkorrektebben vagyok szervezve. Kérem, én ismeretes vagyok a humánitásomról. Én, mint valóságos anya, bánok a leányaimmal. Nálam vannak lányok, akik 35 éve vannak ott. Bravo! Kérem, az én intézetem a legelső Budapesten, ilyen nincs még egy a világon. Úgy dicséri Rottics néni, mint az van az ambíciója, hogy mi mind odaadjuk a lányainkat nevelni. Nem, én azt igazán nem óhajtottam volna, kérem. Csak azért mondom, mert az ki van zárva, amire a doktor úrnak tetszett följelenteni. Én nem csábítok senkit, kérem, én tudom, hogy ez egy büntetendő cselekmény, ennyi eszem ugyebár nekem is van. De a kis hölgy reggel 8-kor becsöngetett nálam, kérem, ebben a ruhában, ebben a folytogató illatban és kosztümbe, kérem. Azt kérdezte tőlem, hogy mikor nyitjuk az intézetet. Mondom, mi az, hogy mikor nyitjuk? Most csuktuk be. Erre azt mondja, hogy a rossz nő akar lenni. Mondom, hagyjon engem békébe, menjen a fenébe, legyen rossz nő máshol. Erre azt mondja, nem hagyom őt rossz nőnek lenni, vele ugrik a Dunába. Erre mondom, jól tiszteltetem a halakat. És pont abban a pillanatban tettet a kis doktor úrnak jönni, és mindjárt idegesedettet, aki föllépni, hogy mi ez, és hogy én állítólag lányokat csábítok. És az mind azért van, mert a kis hölgy elkezdett sírni. Azt tűnt fel a doktor úrnak. Érzem, én sok mindent láttam már a nagyvilágban, de olyasmit még nem, hogy valaki fel akarja vetetni magát, mint örömleány, és ehhez úgy sír, mint egy búbálat lány. A felháborodását, de én tisztán fogok kijönni ebből az ügyből, mert én nem csináltam semmit, csak pekem volt, aki én nálam otthon van, lány, az a bánattól nem halomány, az az élettől megkapja, mit néki sem anyja, sem apja meg nem ad már. Mivel én nálam műveltség van, mivel műveltem én is magam. De az esztendők elszállnak, és most a sok lánynak osztom szét minden javam. Mert kérem, mit kap nálam szeretete, s még jó ízlést veszi is ad át, és sok komoly kérdésre felel. De ha bárkinek hiánya volna a formákba, megetem én is magam. Kész? Igen, kész. Mondja, Rotticsné. Tessék, miért van maga gyászban? Mert meghalt a férjem. Mikor? 1909-ben.